közösségi ház igazgatója, együtt azon gondolkodtunk, hogy milyen pétfürdői megemlékezést lehetne összeállítani a önálló válás 20. évfordulója környékén. És a történeti munkára gondolt az igazgatóasszony először, hogy egy levéltári forrásgyűjtéssel megtámogatott kutatás, csak ugye ez a 20 év még nem tette ezt lehetővé, hiszen a dokumentumok javarészt még nem voltak a levéltárban, és a történeti kutatás mindig egyfajta feltétele a levéltár. Szóba került egyfajta pétfürdő történet. Mondtam, hogy annak a megírása az több évet venne igénybe. Ugye pétfürdőnek a története az szorosan összefonódik, és hát együtt van Várpolta története évszázadokon keresztül, tehát egy Várpolta monográfia részeként meg is jelent már a korábbi évekről, ugye Szíj Rezső gondozásában, illetve szerzőségével egy kötet, ami Várpolta monográfia. Most az még mai napig szinte egyedülállóan forrásgazdag. Utána Köncölnek megjelent a Várpolta Városi Könyvtárnak korábbi igazgatójának egy kötete, Várpolta rövid története címmel, az ott is nagyon fontos, és ott ráadásul tudományosan is nagyon pontos értesülések vannak, tehát az amely tudományos munka mindenképpen. Tehát nem egy szociográfia, egy másik műfaj, mint a Szíj Rezsőféle munka. És akkor amellett döntöttünk végül a hosszas gondolkodás után, hogy talán nem fölösleges rögzíteni az emlékeket az elszakadás, a külön önállóvá válás kapcsán. Így egy interjú, egy dokumentumkötet mellett döntöttünk. Voltak történeti előzmények, volt téma bőven, és én nagyon hasznosnak tartom, így utólag is, hogy ezeket az interjúkat elkészítettük, és rögzítettük a folyamatban fontos szerepet játszó személyeknek a véleményét, illetve azt, hogy ők hogyan látták a folyamatot és az emlékeiket. Meglepő, hogy nagyon sok apró részlet így került felszínre, és az, hogy 20 év távlatából is egyes emberek kicsit hogyan látják a dolgot, tehát hogy tudtak reflektálni a 20 évvel azelőtti folyamatokra, azelőtti gondolataikra, úgyhogy ez az interjú és dokumentumkötet szerintem egy hasznos első lépés ennek a történetnek a megőrzése szempontjából. Tehát azt tudjuk, és ezt leírták a lapok is, hogy mikor történt, és körülbelül miután következett. De az, hogy mi volt az embereknek a fejében, mi volt a vélemény, mi volt a közhangulat, ezt azok tudják, akik akkor itt éltek, akár az egyik vagy az itteni település részen, akár bent a Várpoltai központi település részen, hiszen benne van a kötetben Reszkoszki Tibor polgármester úrnak is a visszaemlékezése. Tehát ezeket a véleményeket, emlékeket akkor ismerhetik meg igazán, hogyha leírjuk, vagy megkérdezzük. Pétfürdő története az ugye Várpolta részeként kezdődött meg, és az első igazi önállósodási törekvés azután kezdődött, hogy itt a műtrágyagyár, illetve a vegyi üzemek elkezdtek működni. Ugye itt olyan vegyi üzemek is működtek, amik az országban egyedülállóak voltak, a világ első szintetikus légsavgyára, a kőolaj finomító, ami ide települt először, és később került majd egy nagy finomító, almás fűzőre, stb. Tehát Pétfürdő a két világháború között egy nagyon fontos ipari központtá kezdte kinőni magát, elsősorban vegyipari központtá. Egyik okozója ennek a Pétpatak volt, a másik a földrajzi tényező, az elhelyezkedése, a harmadik a Várpolota lőtér, stb. Közelsége is szerepet játszott, és így jött volt infrastruktúra, és már ekkor a betelepülő nagy arányú betelepülés, műszaki értelmiség betelepülése azt hozta magával, hogy elkezdtek azon gondolkodni,
hogy egyfajta önálló településé váljanak. Erre vannak is utaló jelek, ugye néhány év alatt meg sokszorozza a lakosság szám múlt a település. 1940-ben már ugye templomi építés van, katolikus templom épül, gyakorlatilag már olyan városi funkciókat, vagy olyan települési funkciókat tud ellátni ez a kis település rész, ami másul egy önálló településnek a sajátja. Emellett ugye a Pét üzemek azok biztosítanak egyfajta olyan munkás jóléti szolgáltatásokat, elég, hogyha a megtetszenek nézni esetleg az interneten, akinek van hozzáférés a Forteplánnak, van egy összeállítása a Péti Nitrogénnek az ilyen munkás jóléti intézményeiről, hogy hogyan nézett ki a 30-as években, 40-es években egy-egy ilyen közösségi tér, volt ilyen társas összegyűlökezésre hely, stb. Ilyen kultúrélet, pezsgő kultúrélet zajlott itt, és már ekkoriban fölmerül ennek a gondolat. A háború ezt természetesen nem teszi lehetővé, hogy ezt komolyabban is felvessék, de a háború után már komolyabban felmerül, és Péti Nitrogén támogatásával elindul egy elég komoly ilyen felterjesztés, hogy Pétfürdő önállóvá váljék, és a Pétfürd, ez a beadvány, ez a belügynek szóló beadvány megjárja a vármegyét, a vármegye az visszautalja a körjegyzőhöz, a körjegyző véleményezi, tehát egy nagyon-nagyon hosszú és bonyolult folyamat veszi kezdetét, aminek a vége viszont az lesz, hogy úgy dönt a kormányzat, hogy Pétfürdőn nem lehet önálló. Az egyik interjút figyelmükbe ajánlom ebből a kötetből. Miskolci úr tűpontosan rávilágított, hogy ellentétes a folyamat a korszakban, és ebben tökéletesen igaz van, mint történész, ezt tudom mondani. Tehát ekkoriban egy centralizációs érában vagyunk, tehát mindent centralizálni szeretnének, tehát nem decentralizálni. És pont akkor határozzák el Várpolta nagy ipari városa fejlesztését. És ez nem kedvez annak, hogy Pétfürdő ugye le tudjon válni. Sőt, még hozzácsapják Várpoltára az Inota falut is, és az ott létesített később ipari üzemekkel egy nagy ipari központot, egy nagy iparmedencét hoznak létre. Tehát ez a törekvése a pártállamnak, ami egyre inkább kiépül, ugye már 1945-től, de 48-tól még gyorsabb fordulatszámon, ez a törekvés, hogy központosít és egy nagy ipari centrumokra alapozott gazdaságot hoz létre, ez ellentétes Pétfürdő leválási törekvéseivel, és talán ez az egyik fő oka annak, hogy ezt akkor elutasítják. A következő hullám az gyakorlatilag a rendszerváltás hajnalán történik. Akkor már gondolkodnak azon a pétiek, hogy elegendő-e az a figyelem, az a forrás, amit Várpalota a város képes vagy akar a városrészre fordítani, és úgy látják, hogy mivel itt van a Péti nagy üzemek, ezek akkora bevételt termelnek és olyan jóléti szolgáltatásokat biztosítanak a vállalat maga, amit a városnak kellene. És itt látott a Pétfürdő lakossága egyfajta ellentétet. Szerencsétlen a helyzet Várpolta szempontjából, hiszen az az időszak, amikor a nagy vállalatok kezdenek leépülni Magyarországon, 90-es évek eleje, és gyakorlatilag Várpolta is nagyon szűkülő forrásokkal gazdálkodik. Tehát neki egy sokkal szűkülő forrásokból kellene egyre emelkedő igényt kielégíteni. Tehát ez viszont elindít egyfajta leszakadási törekvést. Ekkora már vitathatatlanul kialakul egyfajta pétfürdői tudat. Tehát, hogy a Pétfürdőhöz való tartozás, ez egy ilyen önmeghatározás lesz. Tehát nem várpalotainak mondják magukat, vagy csak másodszorban mondják magukat várpalotainak gyakran a pétfürdőiek, hanem azt mondják, hogy pétfürdői vagyok, vagy péti vagyok. És ez az az identitás tényező, szerintem ez is döntő. Az, hogy ekkora a gondolkodásban megjelenik az, hogy Pétfürdőnek az önálló említése.
és ezután következik majd az a leválási törekvés, ami majd sikeres lesz. Ez két hullámban. Az első hullámban ugye tudjuk, hogy bizonyos körülmények miatt, de nem írják ki a népszavazást, majd a második hullámban ez sikeres lesz, aki a részletekkel kíváncsi ebből a kötetből, ugye minden kiderül, és a második hullám a sikeres népszavazás követően válhatott Pétfürdő önállóvá. És ez a kötet abból a szempontból is érdekes, hogy visszatekintenek az akkori szereplők, akik nagyon szerették volna, hogy Pétfürdő önálló legyen, és illetve azok, akik a várpoltai város vezetésében ültek, ők is jelen vannak a kötetben, Leszkoszki Tibor polgármester úr, hogy ők hogyan látták akkor, és hogyan látják most ezt a helyzetet. És ugye föltettük azt a kérdést minden egyes interjú alanynak, hogy hogy érzik, hogy akkor, amire gondoltak, amire számítottak, az megvalósult-e? És van-e még valami, amit hiányolnak ennyi év távlatából? A legtöbb interjú alany elégedett volt a döntésével, illetve a várpoltai interjú alanyok azt emelték ki, hogy sikerült békésen lezárni ezt a folyamatot viszonylag, tehát olyan nagy veszekedések az egyperen kívül nem voltak, tehát a lakosságok legalább nem fordultak szembe, hogyha még a városvezetések, ugye a településvezetések között volt is vitáskérdés, és ami pedig itt a helybelieket illeti, mindegyik kiemelt valamit, ami neki még fontos lenne, hogy megvalósuljon. És gondolom ezzel minden település lakó így van, hogy még vannak tervek, még vannak szándékok, amit szeretnének végrehajtani. Már többen foglalkoztak egyébként a 90-es évek leválási folyamataival, és például Mihalkó Gábor professzor megemlítette Pétfürdő leválását is. A Mihalkó Gáborról tudni kell, hogy ő a turizmussal foglalkozó, a turizmus elmélet, a modern turizmus elmélet megalapozója Magyarországon, és ő ebből a szempontból vizsgálta meg a település, hogy turisztikai lehetőségei milyenek a településnek, és hogy vajon motiválhatta-e a helyeket annak idején az a tényező, hogy régen ezt a települést úgy tartották számon, mint fürdő települést. És az interjúból arra jutottunk, hogy nem ez volt a döntő tényező, tehát egy külső szemlélő számára lehet, hogy a település nevéből, hogy Pétfürdő, rögvest ez a következtetés jön le, de valójában az interjúk azt bizonyították, hogy nem ez volt a döntő, tehát nem a fürdő turisztikai hasznosításának a kilátásai, vagy annak a reménye keltette föl, vagy erősítette az önállóságot, annak a gondolatát, hanem egyéb tényezők befolyásolták a helyiek döntését. Mennyire egységesek az interjú alanyoknak a beszámolói? A történéseket tekintve egységesek. Van, amelyik egyfajta részletről számol be, van, amelyik másik fajta részletre is emlékszik, és akkor ezek így kiegészítik egymást, és ezek együtt egy kerek egészt adnak ki. Tehát egybevágtak az interjú alanyoknak a emlékei, a vélemények már némileg eltérőek, főleg a megítélések. Tehát, hogy 20 évvel később hogyan tekint vissza a saját tevékenységre, illetve az egész önállósági mozgalomra. Alapvetően pozitívként élik meg a pétfürdőiek, hogy akik részt vettek ebben a mozgalomban. Ugyanakkor valamit már másképp csinálnának, mint akkor csináltak, hiszen most már 20 év tapasztalat van hátuk mögött. Ennek a kötetnek elsősorban dokumentálás és az emlékeknek a megőrzése a célja. Másrészt pedig fontos célja az, hogy a fiataloknak a figyelmét felhívja, hogy a település történetében, egyébként mindkét település történetében, mind Pétfürdő, mind Várpotta történetében, ez egy határkő. És erre az eseményre emlékezni kell, hiszen fordulópont mindkét település történetében, és hogy talán a kötet felhívja rá figyelmet, hogy ez egy fontos dolog, és a szüleikhez, nagyszüleikhez, ismerőseikhez fordulnak, hogy akkor hogyan is történt, a saját családi emlékezetet is segítségül hívva, tehát ők is emlékezni fognak erre az eseményre a későbbiekben, és ők is tovább tudják adni majd az utódjaiknak. Kiknek ajánlana ezt a kötetet elolvasásra?
Mindenkinek, akit érdekel a történelem, érdekel Pétfürdő története, akár Várpolta története is. Ugyanakkor pedig olyan embereknek is ajánlom, akik a településtől egészen messze vannak, ugyanis ez önmagában, ugye van benne egy kísérő tanulmányom is, ez egy jelenségnek is a tükröződése. Az, hogy hogyan történt a leválási folyamat Pétfürdőn, az természetesen egyedi történet, de mégis vannak olyan sajátosságai, az akkori jogszabályi környezet, a motivációk, a érvek, amelyek más települések leválásánál is szóba kerültek azokban az években. 90-es években elindul egy leválási folyamat. Nagyon sok település önállósodik. Mihalkó Gábor professzor a Pétfürdőt az olyan települések közé sorolta az egyik tanulmányában, amely például a hévízre, a termálvízre kívánja alapozni részben legalábbis a jövőjét. Tehát, hogy az önállóság mögött ez is meghúzódhat, vagy ez egy lehetőség, egy potenciálként említi a professzor úr ezt a dolgot. Úgy látom, hogy ebben a kérdésben is voltak előrelépések, és úgy hallottam, hogy a jövőben, közeljövőben még továbbiak lesznek. Tehát mindazok számára érdemes ezt a kötetet kézbe fogni, akik esetleg nem pétfürdőek, nem várpoltaiak, de ismerkedni szeretnének a történelmünknek ezzel a szeletével, ebből a szempontból, hogy hogyan zajlott abban az időszakban egy településnek az önállósodása, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie egy gyakorlatilag nem profi politikusokból álló társadalomnak, és hogyan váltak professzionális politikusokká önképzéssel és akarattal, és az, hogy az akarat az hogyan tudta, a helyi akarat hogyan tudta fölülírni az összes nehézséget. Tehát, hogy ők önállóan akarnak lenni, ez néhány településnél ugye sikerült, ahol nem volt ilyen erős az akarat, vagy más tényezők nem játszottak szerepet. Ugye itt volt önálló bevétel, volt lehetőség gazdaságilag Várpoltának a fennmaradása, legalábbis a számítások ezt mutatták. Ugyanakkor Inotán nem volt sikeres a népszavazás, volt eredményes, emiatt Inota ugye nem tudott leválni Várpoltáról, ma a kettő együtt nem biztos, hogy le tudott volna egyszerre válni, sőt valószínűleg nem. Ma akkor már nem lett volna gazdaságilag életképes a maradék település, ami pedig feltétele egyfajta leválásnak. Tehát ezek a együttállások bizony-bizony ritkán alakulnak így, és azt kell mondanom, hogy Várpolta történetében ez egy nem egy szép lap, hiszen nagyon szomorúak a várpalotaiak, hogy elvesztették a városrészüket. Ugyanakkor ennek vannak olyan mélyben rejlő gazdasági, demográfiai tényezői, amelyek már a két világháború között elkezdődtek. Tehát egyfajta önállósodási törekvés már két világháború között volt, a világháború után volt, tehát gyakorlatilag el lehet azon gondolkodni, hogy ha Várpolta város része marad Pétfürdő, akkor mi lett volna, de volt egy érvényes eredményes népszavazás, ahol ami másképp döntött, és most Pétfürdő az elmúlt 20 évben önállóan folytatta életét, és ez ugye már történelem. A kötet felépítéséről annyit tudnék mondani, hogy ilyen hármas osztatú, van benne kettő ilyen bevezető tanulmány, van benne több interjú, ahogy az előbb elhangzott, és vannak benne dokumentumok, és a legvégén megtalálható Pétfürdő jelenlegi hivatalosan használt címere, és itt van, aki megemlítette mondjuk az interjúban a címernek a történetét, ezúton is köszönöm, hogy hogyan alakult ez. Van, aki az elszakadás, az első elszakadási mozgalomról beszélt, ott a második sorban, amiről ugye kevesebben élték meg a későbbi közül. Van, aki a második elszakadási hullámról beszélt többen, és a dokumentumok pedig, amik a kötet utolsó részét képezik, azok a korai elszakadásnak a dokumentum, Úr János gyűjtötte össze, ha jól tudom ezeket a dokumentumokat, illetve úgy tudom, hogy ő mutatta előttem ezeket a levéltárban, és ezekből is közöltünk egy rövid válogatást.
Így összességében úgy érzem, hogy egy olyan munka született, ami ha nem is teljes még, és ahogy igazgató asszony mondta, lehet, hogy majd egy-két ponton olvasgatva azt mondják, hogy itt és itt lehet egy pontosításra szorul, majd ezt kérem jelezzék, akkor azt tudjuk mondani, hogy mégis elindult egyfajta ilyen emlékezés, letettünk egy olyan kötetet, egy dokumentumgyűjteményt, amely mindenfajta további kutatásnak az alapját képezheti, és szerintem a könyv kivitelezése, a keménykötés, az igényes borító, a szép nyomat, az pedig egy méltó megemlékezés erre a fontos eseményre. Ezúton szeretném megköszönni valamennyi interjú alanynak, kiemelten polgármester asszonynak a segítségét, amelyet nyújtott, illetve Pekker Józsefnek is, aki segített pontosítani a különböző évszámokat, ami a kötet végén így felsorásszerűen található pluszban. Az összes interjúalannak tehát, és valamennyi közreműködőnek, hogy ez a kötet így létrejöhetett, és mint mondtam, mindenki egy másik szerepét jut el inkább a történetnek, és volt, ami egyezik, és hát reméljük, hogy tetszeni fog a közönségnek is. Kell még egy szó, mielőtt menni kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a kör a tiéd, ha elmész vissza bár.